tisztelt vendégeim! Isten hozta önöket pápán. Szeretném megköszönni mindenek előtt a Nemzeti Agrárkamara együttműködését, amelynek köszönhetően az idei pápai Agrárexpót egy kicsit más léptékben tudtuk megrendezni, mint a korábbi években. Bár önök láthatják, hogy ez már a 18. és a korábbi Agrárexpókon a város is mindig megjelent egy önálló standdal, aztán olyan sokat jelentünk meg ilyen önálló standokkal, meg olyannyira beleszerettünk az agráriumba, meg az élelmiszeripari feldolgozásba, hogy előbb-utóbb gyártulajdonosok lettünk, és ma már a Pápai Hús 1913 Kft. Tulajdonosaiként is a kiállítók között köszönhetjük saját magunkat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez az Agrárexpo a város egyik legnagyobb rendezvénye, de a régió egyik legnagyobb szakkiállítása is egyben. Mi abban azt reméljük, hogy ezen a hétvégén 12-15 ezer közötti látogatót köszönhetünk majd itt a felépített vásárvárosban. Az országgyűlés alelnökét, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnökét, hogy köszöntse a kiállítás résztvevőit, a vendégeit, és nyissa meg a kiállítást. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Engedjék meg, hogy először is külön köszöntsem a falugazdászokat, azért, mert azt gondolom, hogy a mi együttműködésünk az, mondhatom nyugodt szívvel, egy életre szól, hisz az indulástól, az összes buktatón át úgy érzem, hogy révbe értünk, révbe értetek. És még egyszer, külön köszönöm azt a kiállást, azt a töretlen hitet, hogy pontosan tudtátok, tudta az egész hálózat, hogy a magyar gazda mellől a támaszt elvenni nem lehet, mert ha családi gazdaságok programja van, ha meghirdettük azt, hogy családi gazdaság, önálló parasztgazdaságok, akkor ott támasz kell, tanácsadó kell, segítség kell, olyan ember, aki ismét segíti a gazdát, a gazdálkodás tudományában elmélyülni, segítőt a piacra jutásban, gazdaságtervezésben és nagyon sok mindenben. Kedves barátaim, itt nagyon sokan elmondták már, hogy mi hogyan történt. Én nem részletezem ezt, talán három momentumot szeretnék kiemelni. Az első, amit Megyaszai László barátom említett, annó, hogy a magaszban az volt a divat, hogy ha válaszmányülés volt, akkor a válaszmányi tag bejött és megbeszéltük, hogy mit kellene erősíteni. Hát így történt ez akkor is, és abba egyeztünk meg a kollégámmal, hogy most még a válaszmányira, akkor egyet ne felejtsen. A gazda mellé támasz kell, és igenis mindegy, hogy hívják, falugazda, falugazdász, bármi neve van, de hogy legyen segítség a gazdáknak. Innen indult, majd. Köszönöm. 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 Köszönöm.